Vágyott már arra, hogy egy időgépbe ülve tisztánlással jövőt? Hogy tudja, mit kell most tennie, és mit kell elkerülnie ahhoz, hogy hosszú távon elégedett és sikeres legyen mind szakmailag, mind a magánéletében. Gondolt már arra, hogy jelenbeli döntései milyen hatással lesznek jövőbeli kilátásaira? Ha igennel válaszol ezekre a kérdésekre, akkor jó helyen van. Ez itt a Future Talks, a Trade Magazin Business podcastja, én pedig Krizsó Szilvia vagyok. Műsorunkban ismert és elismert üzletemberekkel, tudósokkal és szakértőkkel hozzuk közelebb a jövőt. Tartson velünk! Ez itt a Future Talks, a Trade Magazin Business podcastja, Krizsó Szilvia vagyok, és Nyári Krisztiánnal fogok beszélgetni. Szia Krisztián! Szia Szilvi! Szerintem mindenki tudja, hogy író vagy elsősorban, meg most már olvasó is tisztségedből adódóan, hiszen a Lira csoportnak vagy a kreatív igazgatója, de hát igazgatója voltál te azért más kiadóknak is, korábban pedig kommunikációs tanácsadó, de ha maradunk a könyvkiadásos vonalon, akkor érdekelne, hogy szerinted 20-30 év múlva lesz neked még munkád? Lesz. Igen? Igen. Hát azért ez egy elég tartós dolog, és nagyon sokszor temették már a könyvkiadást, de belegondolsz. Tulajdonképpen 500 éve, amióta Gutenberg ezt kitalálta, ez egy olyan szakma, hogyha magát a lényeget nézzük, ami nem változott olyan nagyon sokat. Tehát, hogy valamit elég jó kitalált. Gondolj a telefonodra, hogy az a 20 évvel ezelőtti, meg a 10 évvel ezelőtti, meg az 5 évvel ezelőttiről sem feltétlenül mondaná meg valaki egy UFO, ha látná, hogy ez ugyanaz, mint amit egyébként okos telefonként a zsebedben tartasz. A könyv pedig pont ugyanúgy néz ki. És az iparág is ugyanaz, hogy valaki leírja a gondolatait egy papírra, amire azt gondolja, hogy másokat is érdekel, valaki varázsol vele van itt, és lesz egy könyv, amit meg lehet vásárolni. Ez is eléggé régi, tradicionális dolog. Igen, de abban azért van változás, hogy hányan vásárolják meg ezeket a kiadott könyveket? Nincs olyan nagyon nagy változás ebben. Igen? Sem. Tehát persze, inkább azt mondanám, hogy bizonyos témájú könyvekből kevesebbet vesznek, bizonyos témájúakból többet, de nagyon sok negatív jóslatot láttam én már ugye annak idején, hogy a Gutenberg galaxisnak vége, de hát nem menjünk ilyen messze az időbe. Egy évvel ezelőtt, hogyha beszéltünk volna, akkor biztos én is pessimistább lettem volna, hiszen akkor egy világjárvány közepén voltunk, amikor be kellett zárni a könyvesboltokat. Mondjuk pont ilyenkor júniusban már nyitva voltak, és azt láttuk volna, hogy hirtelen visszatértek az emberek a boltokba, és bepotolják azt, amit kihagytak. Ha az egész világon nézzük a könyvforgalmat, akkor a tavaly november-decemberi, tehát a karácsony megelőző időszak a világtörténelem legnagyobb könyvfogyását produkálta. De egyébként online rendelték? Tehát, igen, ott természetesen a közvetítő csatornák azok változnak. Aha. Nálunk is, Magyarországon is. Azok a kiadók sokkal kevésbé voltak kitéve a mindenféle nehézségeknek, akiknek előtte már az online lábuk az erős volt, és azokat jobban érintette, akik csak a hagyományos bolti kereskedelemre támaszkodtak. De összességében azt lehet látni, hogy a könyv az eljut az olvasóhoz, az olvasók keresik a könyveket. Persze vannak problémák, és majd menjünk is bele, hogy kik olvasnak és kik nem, de azért a könyvkereskedelem Magyarországon olyan, hogy 5-6 éve, ha pici mértékben is, de nő, több ember vesz, vagy pontosabban több könyvet vásárolnak az emberek, akik egyébként kevesebben vannak, de akik vesznek könyvet, azok többet vesznek, és még a tavalyi év, amiről mindenki azt gondolta, hogy valami Armageddon jön a könyvszakmában, még az sem volt annyira tragikus, a mi cégcsoportunknál 1%-os visszaesés volt, akikről én tudok, nagyobb könyvkereskedelemben vagy könyvkiadásban utazó cégek szintén nem volt olyan óriási, de persze vannak kicsi, speciális könyvkiadók, akiket ez rosszul érintett, de egyáltalán nem volt olyan rossz a helyzet, mint amit a világjárvány kirobbanásakor gondoltunk. Szóval a könyvszakma tartja magát, és hogyha 500 évet kibírt, akkor ki fogja bírni a következő éveket is, ugyanis nem találtak még ki helyette semmi olyat, ami ezt tudná. Amikor az e-könyv megjelent 15 éve, akkor is azt mondták, hogy kész, vége. Ez attól se lett volna vége, mert az egy másik formátum, és kész, a tartalom ugyanaz, de nem lett vége. Az emberek szeretik megvenni, ajándékba adni, polcukra tenni, semmi ez van. Én egyébként úgy fogalmazom, hogy az emberek szeretik megvenni, mert azt hiszem, hogy 2020 októberében volt egy olyan kutatás, ami azt mondta, hogy az emberek 53%-ának az a válasza, hogy ő azért nem olvas, mert nem szeret olvasni. Ez így van. És akkor azért ez egy kicsit meglepő, hogy egyrészt
Ugye mondtad, hogy az beszéljünk arról, és szerintem is beszéljünk arról, hogy kik azok, akik olvasnak, meg kik azok, akik nem, és akik olvasnak, egyébként mit olvasnak, de hogy a fiatalokkal kapcsolatban szokták azt mondani, hogy egy nagy többség nem vesz kezébe könyvet, nem olvas. És én azt nem tudom, hogy akkor őket hogy lehet például megszerettetni a könyvvel, mint tárgya. Mielőtt beszélnék erről a kutatásról, még azért egy gondolatot ide, hogy az egész világon a leggyorsabban fejlődő szegmense a könyvkiadásnak, az a, mint régen úgy mondtunk, hogy ifjúsági, gyermek és ifjúsági könyvkiadás, most ilyen nemzetközi néven Young Adultnak szokás mondani, de ez fejlődik a leggyorsabban. Tehát, hogy itt azért lehetünk egy picit optimisták. Ami a magyarországi számokat illeti, ezt a bizonyos kutatást tavaly nyáron a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése felkérésére végezte el a Tárki. Aha. Ami azért, hogy a Tárki végezte, mert ők 30 évet csinálják, ezért van idősor, össze lehet hasonlítani sok mindent. Tehát a rossz hír az az, hogy valóban kevesebben olvasnak, a jó hír az, hogy aki olvas, az több könyvet vesz. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van 3,3 millió felnőtt magyar, ez csak a felnőtteket vizsgálta, tehát 8 millió emberről beszélünk. Tehát ezeknek a kevesebb, mint fele azért olvas könyvet. Aha. Ez nemzetközi összehasonlításban egyáltalán nem rossz. Aha. És ráadásul van 800 ezer magyar felnőtt, aki pedig irgalmatlanul sokat olvas, ezt úgy kell elképzelni, hogy legalább 30, de gyakran 50 könyvet elolvas egy évben, tehát leteszi és veszi le a polcról a következőt, és ez is egy nagyon nagy szám. Persze, javítani kéne azon, hogy akik nem olvasnak, azok olvassanak, meg megtalálni az okát, hogy miért nem. Van egy, két típusú ember nem olvas. Az egyik, ami egy világjelenség, az a fajta funkcionális analfabetizmus, akik megtanulnak írni, olvasni, de nem használják egész életükben. Tulajdonképpen a könyvszakma velük nem nagyon tud mit csinálni. Ott az oktatásnak, a családnak, az állami intézményrendszernek lenne feladata is van is. A másik fele azonban egyszerűen azért nem olvas könyvet, mert irgalmatlan sokat olvas amúgy. Gondolj arra, hogy milyen mennyiségben ömlenek rád a digitális üzenetek, szöveges üzenetek. Tehát az emberek egy része azért nem olvas, mert azzal van elfoglalva az agya egész nap, hogy a e-maileket, digitális üzeneteket, SMS-eket, messenger üzeneteket és a hasonlókat próbálja értelmezni. Nagyon sok amerikai, meg nemzetközi kutatás van, amit pszichológusok, idegkutatók, szociológusok végeznek, ami ennek a hátrányait mutatja be. Tehát, hogy az történik, hogy egy átlagos nyugati ember, és ilyen értelemben mi is, annyi szöveges információ csábításának van kitéve egyetlen napon, mint egy Shakespeare korabeli ember egész életében. Természetes, hogy ezt nem tudjuk feldolgozni, ezért védekezik a szervezetünk, és akkor már, amikor könyvet kéne olvasni, akkor köszönni nem kéri. De minden érdekes pedig az lenne az igazi védekezés, mert azt szokták mondani, hogy ha kezedbe fogod a könyvet és lapozod, tehát nem online tartalmat fogyasztasz, akkor sokkal inkább kikapcsol az agyad, és tulajdonképpen pihenni tud. Tehát, hogy... Sőt, az történik, hogy ugye kétféleképpen olvasunk alapvetően. De kicsit visszaugrok. Hát az, hogy tudunk beszélni, az már benne van a gényeinkben, mert azt csináljuk 100 000 éve. Az olvasás az egy tanult dolog, az még csak 4-5 000 éve csináljuk, úgyhogy az még nincsen genetikai szinten bennünk, meg kell tanulni. Egy csecsemőt letesznek két beszélgető felnőtt menni, az megtanul beszélni. Az olvasást az tanítani kell, és azért van egy olyan előnye, hogy amiről olvasunk, azok az idegpályáink elkezdenek dolgozni. Tehát ha menekülésről olvasol, akkor kicsit menekülsz valóban. És ez felkészít egy csomó olyan helyzetre, hogy amikor valóban menekülnöd kell, akkor nagyjából tudjad, hogy ez milyen érzés. És hát vannak ilyen nagy érzelmek, a születés, halál, szerelem, nem akarom sorolni. Erre való tulajdonképpen az olvasás, vagy hát az irodalom olvasása. És hogyha erre a másfajta olvasásra áttérünk, ami tulajdonképpen az információk gyors kicsipegetését jelenti, ahogy ránézel egy hírportálra, és a címeket nézed, a vastagon szedett részt, mert annyi szöveg van, hogy nem tudsz más csinálni. Azt hívják angolul skimmingnek, biztos van egyéb neve is. Ez kicsit olyan, mint amikor az ősember gyűjtögetett, és akkor nézte, hogy hol vannak a piros bogyók. A mély olvasás, amikor fókuszáltan figyelsz valamire, az inkább a vadászathoz hasonlít, amikor egy pontra kellett nézni, és nagyon mélyen megérteni az adott szituációt. Na ez van veszélyben, és ennek már vannak össztársadalmi káros hatásai. Például az, hogy
a nyugati civilizáció lakóinak az IQ-ja évről évre csökken. Azt ezzel hozzák összefüggésbe kutatók. Tehát, hogy kevés könyvet olvasnak? Hát kevés, az, hogy könyvet, az persze én örülnek, mély olvasás nincs. Mert a könyvolvasás, az irodalomolvasás, az részben az fejleszti az érzelmi tapasztalat átadását, amiről beszéltem, de a kreativitást is, vagy azt, hogy megkérdőjelezzél bizonyos közmegegyezéseket, tehát, hogy tudják kritikusan gondolkodni. Ezt mind sokféleképpen meg lehet tanulni, de a legkönnyebben könyvekből. És ha erre nincs időd, mert egyébként e-mailek és SMS-ek között fuldokolsz egész nap, akkor ezek a készségeid elvesznek, és rosszabbul boldogulsz az egész életben. De ráadásul egyébként az embereknek nincs ideje. És hogyha most belemegyünk, akkor a fiatalok meg kapják tömegével ezeket az online tartalmakat, és gyakorlatilag ugye a social media ternyerésével folyamatosan az online világban vannak, de egyébként nekik sincs idejük. Tehát, hát igen, én ezért mondom a mindenkinek, vagy javaslom, ez pont olyan, mint a futás, vagy a sport. Hogy ha egyszer abbahagytad, akkor baromi nehéz újra kezdeni. Nézd meg engem, mert Covid áldozata vagyok, híztam egy csomót, és el kéne újra kezdenem, de nem bírom rászállni. Szóval vagyunk egy páran így, Krisztián, te érezd magad egyedül ebben, igen, a történetben. De mégis azt tudom mondani, hogy ha minden nap 20 percet lefekvés előtt, felkeléskor, kinek mikor van ideje, könyvolvasásra, irodalomfogyasztásra fordít, akkor könnyebben küzd meg a napi stresszel, kreatívabb lesz, a gondolkodásán javít, tehát egy csomó mindenben, bármilyen is legyen a munkája, mérlegképes, könyvelő, hentes mester, vagy bármi, ezt akkor is tudja ezt a tudását hasznosítani, vagy készségét, képességét. Tehát igen, ez a megoldás, de azt látom, hogy fiatalok között is azért nagyon sokan olvasnak. Figyelj, én a saját lányomon látom, 15 évesről rengeteget olvas, tehát hogy a fél fizetésem az megy a könyvesboltokban a különböző könyvek beszerzésére, tehát hogy ő is azt szereti, hogy a papír alapú, de a baráta és a korosztályának a többségén meg azt látom, hogy ők meg egyáltalán nem olvasnak. Tehát, hogy így igen, van egy változás még a világban, Magyarországon mindenképpen, hogy a társadalmi érvényesüléshez már nem szükséges az olvasottság. Tehát régen egy orvosnak illett szép irodalmat olvasnia, mert akkor azt mondták, hogy hát mit keres itt ez a fickó. Pár évvel ezelőtt könnyebb is volt, mert én ahányszor bemegyek egy bármekkora könyvesboltba, és mondjuk jó viszonylag nagy boltokba járok, az a bőség zavarában eldönteni, hogy egyébként mit vásároljál meg, és ma mit kell olvasni ahhoz, hogy te magadat műveltnek, tájékozottnak tartsad, és legyen egy szép irodalmi műveltséget, azt szerintem sokkal nehezebb, mint volt 20-30-40 évvel ezelőtt. Hát részben nehezebb is, meg könnyebb is. Hát hogyha ez kicsit olyan, mint amikor egy rokonom, idős rokonom mondta nekem a rendszerváltás után 5 éve, hogy nem tud bevásárolni, mert 20 féle párizsi van. És hát valóban a kínálatnak van egy ilyen hátránya, ha még egy féle párizsi van, nem nagyon kell gondolkodni. De hát közben az is van, hogy valóban nő a címeknek a száma, még akkor is, hogyha a fajlagos példányszám ennek csökken. Arról beszéltem az előbb, hogy maga a könyvkiadás az nem sokat változott. Igen. 500 év alatt. Az azt körülvevő közvetítő közeg viszont nagyon gyorsan változik, és itt valóban vannak problémák. Arra gondolok, egy világjelenség, hogy ma már nincs olyan autoritás, akár a médiában, ami eligazítana, vagy csak segítene, hogy téged ez a téma érdekel, és vannak ilyen könyvek. Igen. Magyarországon ez extrém gyorsan történt ez a változás. Amikor én a Magvető kiadó igazgatója voltam 5 évvel ezelőtt, hogyha megjelent egy fontos könyv, akkor 70-80-90 újságírónak tudtunk küldeni sajtópéldányt, hogy írjon róla, hogy foglalkozzon bele. Ma ez 20-ra csökkent. És mindez 5 év alatt. Ez egy világjelenség is. De miért is? Hát azért, mert televízióban, rádióban nincsenek irodalommal, könyvekkel foglalkozó műsorok, hogyha egy írót netán mégis megkérdeznek, akkor elsősorban politikáról kérdezik, és nem a könyvéről. Megszűntek, mondjuk a vidéki napilapokban hétvégenként voltak irodalmi mellékletek, ez már nincs. A folyóiratok hatóköre lecsökkentett, és van helyette mindenféle, persze van a közösségi média, ami ezt nem pótolja, meg mindenféle érdekes próbálkozások, vannak podcastek, meg vannak... Most indítottál te is egy podcastet. Nem véletlenül. Nekem nagyon tetszik a cím, ez a bookshow, tehát ez a angol, gondolom, ugye az angol bookshowból lett egy ilyen bookshow, nekem ez nagyon bejön. Hát nem véletlenül, mert hogy érezzük ennek a hiányát, hogy nincs. Tehát ugye régenben, és ennek amikor mi szocializálottunk, a
fiatal korunkban, akkor ugye eleve az állam akarta vezetni az emberek kezét, és megmondani, hogy mit kell olvasni. Ez szerencsére ma már nincsen, meg nincsen előzetes cenzúra, hogy mi jelenhet meg, meg mi nem. De cserébe az van, hogy rengeteg könyv van, és nehéz választani, és részben a kereskedelemre van bízva, hogy mit adjon a kezedbe, részben pedig erre a bizonyos közvetítő médiára. Nincsen könyvkritika. Azért nincsen könyvkritika, mert sokkal kevesebb kulturális újságíró van, és hogyha azt mondják neki, hogy nézd meg egy filmet, és írjál róla a két flekket, vagy olvass el egy 600 oldalas könyvet, és írjál róla a két flekket, akkor nem kérdés, hogy nem feltétlenül az utóbbit fogja választani. Szóval itt valóban vannak problémák, de hát közben történnek próbálkozások, hogy ezt valamilyen módon hogyan ellensúlyozzuk. Én nekem nagyon tetszik ez a podcast kultúra, hogy így kinőtt a földből. De gyerekeimnek magyaráztam, hogy a podcast meg a hangoskönyv az azt jelenti, hogy föltalálták a rádiót, amit ti már nem ismertetek soha, de hát lényegében... Igen, ez igaz. De mondjuk egyébként azt is látja az ember különben, és erre mondtam azt, hogy a bőség zavara, hogy ezzel a minőségben, tehát... Bocsánat, hogy így fogalmazok, de annyi sok ócska könyv van. Hát, de ez mindig is így volt. Magyarországon a szocializmus alatt kevésbé volt így, mert ott akkor ízlésrendőrségként is működött az állam. De hát korábban is volt ponyva. Az se baj egyáltalán, hogyha azt olvasnak, mert bármit olvasni is jobb, mint semmit nem olvasni. Egyébként mit olvasnak a legtöbben? Tehát ha úgy tenném föl neked ezt a kérdést, hogy most látod, hogy most mit olvasnak a legtöbben, akkor válaszolj erre is, léci, és hogy akkor 20-30 év múlva szerinted mik lehetnek a sikerkönyvek? Tehát mi lesz az, ami kell úgy az embereknek? Ha én ezt tudnám, akkor én ennek a világ leggazdagabb könyvkiadója. Azt sem tudom, hogy jövőre mit fognak olvasni. Tényleg ez ennyire változó? Hát kétféle típusú könyvkiadó van, és akkor kicsit megyünk az üzleti része felé. A két végletet mondom, és persze ez aztán összefolyódik. Az egyik, az a bestseller típusú könyvkiadó, ott vannak inkább ezek a szórakoztató tartalmak, krimik, romantikus regények, meg hasonlók, amiket nagy példányszámban el kell adni, lehetőleg egy év alatt, mert ki tudja, hogy mi lesz a következő trend, divat. Persze vannak szerzők, meg zsánerek, amik túlélnek, de van, ami eltűnik. Talán emlékszel te is, hogy... Hát most már 15-20 évvel ezelőtt volt az orvosi krimiknek a divatja, Robin Cook és társai, mindenki ilyeneket olvasott. Aki először beszállt ebbe, az rongyosra kereste magát, a következő az tisztességgel, és lehet, hogy a negyedik, ötödik, az pedig már belebukott, mert egyik pontról a másikra már nem kellett. Aha. Nem tudjuk, hogy mi volt az oka, hogy ez trend lett, és mi lett az oka annak, hogy már nem. Biztos szociológusok meg tudnák mérni, de hát ez így van ebben a szegmensben. Vannak divatok, elmúlik, és kész. Van egy másik típusú könyvkiadói modell, ezt hívják a könyvszakmában backlistes könyvkiadónak, akik hosszú távon tudják eladni ugyanazokat a könyveket. Tehát ide tartozik a szép irodalom egy része, a klasszikusok. Hogyha, amikor nézzük, az újságban megjelenik ezek a könyves toplisták, hogy miből mennyi fogyott, ott mindig havi szokott lenni, vagy netán évi, ott elsősorban a bestsellereket látjuk. Ha 20 éveset csinálnánk, vagy 10 éveset, néha szoktunk is csinálni, akkor a teljesen más könyveket látsz. Azért, mert hogy éppen legutóbb a Závada pálya Advika párnáját néztem. Hogy a Závadát fogod most. Ugye az 22 éve jelent meg, ha jól számolom, és ez biztos, hogy ott van egy ilyen listán, mert abban minden évben el lehet adni, ez klasszicizálódott. Aha. Tehát egy kiadó, aki ezt az utat választja, az rövid távon nem keres annyit, mint egy bestseller kiadó, de hosszú távon ezek stabil dolgok, amin... Hát jó, csak az arra rá kell érezni, hogy melyik az az író, aki... Ez mindig így van. Sőt, ez mindig egy befektetés és egy nagyon, nagyon lassú, küzdelmes munka, mert minden szerző volt először első kötetes szerző, amikor még nem ismerték az olvasói. Egy könyvkiadó egy szerzőnek a második, harmadik könyve után tudja felmérni egyáltalán, hogy vannak-e olvasók, és hogy ez piaci szempontból megéri-e, és aztán pedig utána meg már várják, és keresik, és vannak törzsolvasói, és akkor lehet, hogy ő nem egy év alatt keresi meg azt a pénzt, nyilvánvalóan, mint egy bestseller szerző, de egész életében számíthat rá, hogy mindig fog belőle fogyni, és ha több könyve van, akkor tulajdonképpen a élete végén ugyanott van. De az írásból azért alapvetően nagyon kevesen tudnak megélni. Most maradjunk Magyarországon, nem? Tehát ez nagyon kevesen. Tehát, hogy azt mondanám, hogy szórakoztató szerzők közül azért többen meg tudnak belőle élni,
most nem mondok neveket, de akiknek hát látjuk, hogy kiknek mennek el. Ma már nem nagyon van 100 000-es példányszám, de mondjuk megközelítő példányszámokban a könyvei, ott azért jól meg lehet élni. Illetőleg a nevezett magas irodalomban, nem szeretem ezt a szót, de nem tudok most hirtelen jobbat, ott is vannak azért, de azok már elsősorban azok a magyar írók, akiket kiadnak külföldön is. Aha. De ez nem volt soha nagyon máshogy. Tehát, hogy ez persze közszáj, hogy költészetből nem lehet megélni, de ez mindig is így volt. Tehát, hogy ugyanarra panaszkodott Vörös Marti Mihály meg Petőfi Sándor, mint a mai költők, hogy hát néhány ezer példánynál több nem fogy el. A költők azért nem is elsősorban a bevétel miatt írnak, mert akkor mást írnának. Igen, de nagyjából konstans számok vannak. Inkább az van, hogy nincsenek olyan nagy sztárírók, mint akik 30 éve voltak, olyan, akinek biztos mindenki megveszi a könyvét, de nagyon jó korszaka van a magyar irodalomnak, tehát, hogy van miből válogatni. Ilyen értelemben nincsen, nem látok problémát. Egyáltalán nem a zsebedben akarok kotorászni, de ha te mondjuk semmi más nem csinálnál, csak adnád ki azokat a könyveket, amiket elkezdtél, akkor ez így írtok tinek a nyomvonalán az irodalmi szerelmi történetek, aztán szerelmes levelek, és biztos vagyok benne, hogy most is dolgozol valamin, akkor te például ebből meg tudnál élni, tehát ennek van keletje? Igen, hát az én bevételeim nagy része az ebből származik, illetve olyan egyéb megbízásokból, felkérésekből, ami nem lenne anélkül, hogy egy népszerű szerző vagyok. De én nem vagyok szépíró, tehát nekem egy másik területen mozgok. És hát itt is az van az én esetemben is, hogy amikor én ezt elkezdtem magyar írók és költők szerelmi életével, akkor nem volt még ilyen. De aztán más is rájött, hogy ez egy érdekes terület, ez a szórakoztató filológia, vagy nem tudom, minek nevezzem. És azóta már van több is. És hogyha azt akarnám, hogy ez ugyanolyan meglepetés legyen, amit írok, akkor tök másról kéne írnom. De ez az rendben van. A siker receptje a írózi szempontból az az, hogy legyél valamiben első? Hát bizonyos értelemben. Ez sem feltétlenül így van. Tehát, hogy a könyv szakmában azt látjuk, hogy vannak olyan könyvtípusok, ahol igazából nem a szerző számít, hanem a tartalom. Tehát mondjuk bemész, és ki akarsz egy olasz szakácskönyvet, és azt mondják, hogy itt van kettő, amelyik jobb, belelapozol, amelyik jobban tetszik. De olyan nincs, hogy jó napot kívánok, kérek egy Eszterházi könyvet, és azt mondják, hogy hát nincs, de Gipszjakabnak most jelent meg a könyve. Tehát, hogy ott azért a szerző márkája az legalább olyan fontos, mint a könyvkiadója, vagy a könyvesbolté, ahova bementél. És hát persze a legjobb könyv a kiadói szempontból az az, ami ezt a bizonyos bestseller logikát is tudja, meg aztán később ezt a másik booklistes vagy backlistes logikát is, hogy sokan megveszik az elején, és aztán stabilan el lehet adni. Szerencsére az első két könyvem az ilyen, tehát azokat minden évben újra kell nyomni, és mindig veszik, de hát nekem is időről időre gondolkodnom kell, hogy mi legyen a következő, még akkor is, hogyha nekem azért nem elsősorban az számít, hogy mennyien veszik meg, hanem hogy olyanról írjak, ami egyébként engem is érdekel. De persze nincs olyan szerző, akit ez hidegen hagyna, hogy hány emberhez jut el. Figyelj, azért ahhoz, hogy olyanokról tudjál írni, ami téged is érdekel, azért ahhoz is rengeteg kutató munkára van szükséged, ami ugye nagyon időigényes. És én arra emlékszem, hogy egyszer mondtad, hogy azért te anno úgy állapodtál meg, hogy neked legyen egy könyvtáros napod, amikor tudsz ezekkel a kutatásokkal is foglalkozni, de ehhez a kutatásokon túl még rengeteget kell nyilván olvasni, hogy erre például hogy van időd? Mert közben hát kreatív igazgató vagy, közben rendezvényeken dolgozol, közben hát másoknak így, hogy az ember. Bizonyos értelemben az írók, és akkor itt most mindenféle íróra gondolok, nem csak a regényírókra, azok azért karanténban töltötték az elmúlt éveiket, tehát nem csak ezt az elmúlt másfél-kettőt. De ez egy magányos dolog, és akkor lehet hatékonyan csinálni, ha nagyon szigorú főnöke az ember saját magának. Aha. És ezt úgy lehet csinálni, hogy be van osztva az idő. Aha. Ezt én is így tudom csinálni. Most ebben én olyan értelemben ennek a karanténnak szerzőként az áldozata vagyok, hogy nem volt könyvtár. Aha. Tehát, hogy én nem szépíró vagyok, nem kitalálom a sztorit, hanem dokumentumokra, forrásokra, adatokra van szükségem, ami azért zömmel a könyvtárban van meg. Hát elérhető sok minden interneten, de minden nem. Úgyhogy engem az jelentősen korlátozott és visszavetett. Tehát idén nem lesz nyomtatott könyvem, majd csak de jövőre. De azóta tehát, hogy eredetileg lett volna? Igen, csak nem tudtam azt a kutató részét. Azt titok, hogy miről? Nem, egyáltalán nem olyan emberekről szeretnék írni, akiknek
a mai magyar identitás köszönhető nagyon röviden. Tehát azt, hogy amikor egy külföldinek elmondod, hogy mi a magyar, akkor a magyar konyháról beszélsz, magyar irodalmi nyelvről, magyar történelemről, építészetről, magyar tájakról, aha, Budapestről, ilyesmiről. Ezeket mind kitalálta valaki. 19. század elején nagyon nem így nézett ki Magyarország, nem ezt mesélték volna a külföldieknek magukról. A 19. század végén meg már lényegében ugyanezt. Aha, aha. És ott voltak emberek, akik ezt mind kitalálták. Például mi most egy társasági irodalmi nyelven beszélgetünk, ez éppenséggel a felső-tiszai tájnyelv, mert ez győzött Kazinciéknak köszönhetően, tehát ezt valaki kitalálta. Ha éppen mások ügyesebbek, akkor most szögedül beszélnek. De ez milyen? És egyébként hogy találod meg ezeket az embereket? Tehát ugye azért ahhoz is kell egy olyan fajta kreativitás, hogy oké, ki legyen az, aki, vagy mi legyen az az irány, mert ugye nyilván mindenki nem fér bele egy könyvbe. Hát én mindig azzal kezdem, hogy csinálok egy tartalomjegyzéket, és aha, aztán az változik, de először van egy fogas, amire aztán akaszgatom az életrajzokat, meg a történeteket. Én annak köszönhetően, hogy valaha régen tanítottam irodalomtörténetet egyetemen, tudom, hogy hol kell keresni. Aha, tehát aha, ez egy, biztos, hogy egy helyzeti előny, hogy kevesebb időt töltök el kutatással, aha, mint hogyha semmiből kezdené aha, valaki. De igazából bárki meg tudja csinálni. Tehát, hogy azért is nem volt jó nekem az, hogy mondjuk távkölcsönzéssel könyveket kivenni könyvtárból, mert nem tudom, mit keresek. Általában az van, hogy ott találok egy lábjegyzetet, és azon elindulok tovább, és új könyvekre van szükségem. És hát ezt csak bent lehet a könyvtár épületében aha, megcsinálni. Jó, de akkor ezek szerint idén nem adsz ki könyvet, de akkor 2022-ben lesz egy új... Igen, hangos könyv lesz az Így szeretek őkből. Te fogod felolvasni? Ezt már meg is történt, és valamikor aha, a nyár végén, ősz elején jelenik meg. Ez is egy ilyen világtrend egyébként, tehát erről is érdemes beszélni, hogy hangos könyvet legalábbis Magyarországon az elmúlt 20 évben nem nagyon volt érdemes piaci szempontból kiadni, mert ugye volt egy teste, egy igen, CD, amit egy idő után lemásoltak, és aztán onnantól kezdve már csak kára volt vele a kiadónak. Aha. De az a streaming kultúra, amit behozott a Netflix, meg a aha, hozzá hasonló televíziók, az megjelenik itt is, tehát nem lesz teste a többi egy idő után a hangos könyveknek sem, hanem streamingelve hallgatod, vagy letöltöd. Tehát hogy ahhoz, hogy le tud tölteni, ahhoz neked meg kell fizetni az árát, amiért letölteni. Igen, igen, és nehezebb, vagy de legalábbis kevésbé éri meg hamisítani. Úgyhogy 19-ben mielőtt kitört volna a világjárvány, a frankfurti könyvásárnak az egyik nagy sláger témája volt, hogy na most aztán be fognak robbanni a hangos könyvek. Ez még nem történt meg, de az biztos, hogy Magyarországon sok meg fog jelenni most, mert a mi cégcsoportunk is, a Libri is elkezdte ezeket gyártani. Az is az egyik titka, hogy jó színészekkel kell. Tehát, hogy az is kiderült, hogy nem elég, hogyha valaki fahangon felolvassa, azt már nem szívesen hallgatják az emberek, vagy egy gyerekkönyvnek, a hangos könyvének majdnem, hogy mesejátékká kell alakulnia. De mivel az emberek egyre többe időt töltenek kocsiban, vagy házi munkával, miközben hallgatnának értékes tartalmakat, ennek biztos, hogy megvan a piaca, úgyhogy most ilyenekkel foglalatoskodtunk idén. De egyébként az tendencia, mert azt mondod, hogy jó színészek kellenek, de azért nagyon sokszor van az, hogy egy könyvet, most pont, de mint hogy te is azt mondtad, hogy most a te könyvedet te olvastad föl, de a Kepesnek is igen, most igen, nemrég jelent meg az egyik könyv, és azt is most kiadta gyakorlatilag hangos könyv. Hát persze, vannak szerzők, akik aha, el sem tudnám képzelni, hogy ne ő olvassa. Tehát biztos, hogy nem tudom én, Parti Nagy Lajos könyveit, azt vétek lenne másnak odaadni, vagy akár Spíró Györgyet is, tehát akinek a fülünkben van a hangjuk, ott teljesen nem is, föl sem merül, hogy más olvassa. Ugyanakkor Eszterházy Péter nagyon jól olvasta a saját könyveit, de most kiadták a Hasnyálmirigy naplót Alföldi Róberttel, és hát teljesen más értelmezésben, de nyilvánvalóan az is zseniális, és ugye sajnos Eszterházy esetében már csak az van, hogy színész olvassa. Szerintem ez így is, úgy is jó. Az a lényeg, hogy jól, élvezhetően kell olvasni. Található a neten itt-ott letölthető olyan hangos könyv, amit hát valaki úgy felolvasott. Az is segítség lehet sokaknak, akik mondjuk korlátozva vannak az olvasásban,
nagyon sok készült például a Vakok Szövetsége megbízásából, és akkor ott hát ilyen jótékonyságból, önkéntes munkával mindenféle ember olvasott föl, ki jobban, ki rosszabban, de azt kereskedelmileg nem lehet hasznosítani, tehát egy kocsiban nem ilyet akarok hallgatni, hanem olyat, ahol egy nekem fontos színész jól elolvassa, és nyilván az is fontos, hogy ki az a színész. De ebből a szempontból, amit mondasz, ez az irány, meg a technológia fejlődése, az például mennyire fog mégiscsak olyan értelme visszahatni a kiadókra, hogy adott esetben kevesebb könyvet kell fizikai valójában nyomtatni. Kell-e például nyomdáknak attól tart, hogy egy idő után, ugye mondtad, hogy hát már mióta van a könyv, és pont elolvastam a Kosztolány Dezső 1929-ben írt az olvasás jövőjéről, és féltette is a könyve, de azt mondta, hogy vissza fog rendeződni, és akkor hogy mesélte, hogy hát ugye a téglatest, hogy ezt valaki így megalkotta, hogy a kezembe fogom azt a tégladarabot könyvformátumban is, az nem változik. De végül is a streamingnek és egy csomó technikai újdonságnak köszönhetően nem feltétlenül kell nekünk már mindig minden könyvet kézbe venni, nem? Hát igen, de nem hisz, én azt gondolom, hogy vagy azok fognak, meg azt is látom, vagy azok hallgatnak hangos könyvet, akik egyébként megveszik annak a szerzőnek a könyveit, vagy pedig egy teljesen más közönség, aki egyébként nem olvas könyvet. Tehát, hogy ez inkább nem kannibalizálja, hanem bővíti a piacot. De rengetegen meg gyakorlatilag most a saját kiadásban, tehát állandóan beleblokk azokba a hirdetésekbe, hogy én megcsinálom magának a könyvét, meg nyomtassam. Attól az ugyanolyan könyv, tehát hogy ez nyilvánvalóan a versenynek része, hogy kiskiadó vagy magánkiadás tud-e hatékonyabban, mint egy nagy. Azt szerintem teljesen rendben van. Én örülök, hogy Magyarországon a könyvkiadás és a könyvkereskedelem is megmaradt lényegében érintetlenül versenypiacnak. Aha. A kulturális szféra más szegmenseihez képest mindenképpen. Tehát, hogy itt tényleg a kínálat szabja meg, és az, hogy milyen könyv lesz népszerű, az a végső ponton a könyvesboltban fog eldőlni, és ez szerintem teljesen jó. Az e-könyvről mondták azt, amit kérdezel régebben, hogy hát majd akkor mindenki e-könyvet fog olvasni, és akkor mi lesz a nyomdákkal. És hát az történt, hogy nem történt lényegében semmi érdekes. Az Egyesült Államokban, ahol az Amazon irgalmatlan pénzt beletett abba 15 évvel ezelőtt, hogy mindenki e-könyvet vegyen, ott elérték a 20%-ot a teljes könyvforgalomban. Európában ez 10-11%, Magyarországon pedig a Covid hatására másfélről felment 3-ra. Tehát, hogy igazából mi presztízsből adunk ki e-könyveket, hogy az is megkapja, aki ilyet keres, de ezért ez kereskedelmi szempontból nem egy tétel. Egyszerűen azért, mert szeretjük birtokolni a könyvet, és egy fájra nem gondoljuk, hogy a miénk. Nem lehet ajándékba adni. Nem szoktunk fájlokat küldözgetni ajándékba, vagy kevésbé, mint ahogy egy könyvet. Tehát, hogy annyiféle funkciója van magának a könyvtárgynak, amit nem tud egy digitális valami pótolni, főleg úgy nem, hogy nem tud annyira olcsó lenni, mint az emberek gondolják, hogy olcsónak kéne lenni, hogy leváltsák a könyvet. Aha. Mert ma már a nyomdaköltség, meg a raktározási költség egy könyv előállítási költségéből egy töredék. Tehát, hogy ha 40%, akkor az már egy drágán előállított könyv. És akkor ehelyett azt gondolják az emberek, hogy hát kerüljön harmadába. Uh-huh. És nem tud annyiba kerülni, mert a legtöbb költség az humán költség. A szerzőjé, a szerkesztőjé, a tervezőjé, a korrektoré, a fordítójé, mindazoké az emberekké, akik részt vesznek az előállításban. Te Krisztán, te hogy választasz könyvet, hogy mit olvas el, vagy nálad ezt már nem lehet külön választani, tehát te már nem tudsz magánemberként, nem tudom, lehet, hogy tudsz. Igyekszem, de valóban nehéz, tehát ugye én a munkám miatt részben könyvkiadó munkám miatt, részben pedig szerzői munkám miatt nagyon sokat kell, hogy olvassak, és nekem is van egy olyan könyves polcom, vagy éjjeli szekrényben, hogy gyűjtöm azokat a könyveket, amit majd kedvtelésből fogok olvasni, és nem biztos, hogy olyan nagyon hamar eljutok oda, most is gyarapszik. Hát ugye én nagyon sok könyvcsábításának vagyok kitéve, és tényleg a bőség zavarával küzdöm, és eléggé mindenevő is vagyok, tehát én nagyon sokféle műfajt szeretek olvasni, ha tudok. És hát nálam is számít, hogy mit mondanak a barátaim, ez a száj marketing, ahogy szokták mondani, az nagyon fontos a könyveknél. Mint ahogy nagyon fontos egy ismeretlen könyvnél a borítója, tehát hogy nem szoktunk beszélni a könyvtervezőkről, de hát nagyon sok múlik rájuk. Amikor bemész egy könyvesboltba, akkor azért nagyjából az történik veled, mint a cukorkaboltba, hogy
hát látod a különböző csomagolásokat, valamit gondolsz, de azért a szebbikhez fogsz először oda nyúlni, és abban lapozol bele, legfeljebb félreteszed. De hogy azért az, hogy hogy néz ki egy könyv, az egyre inkább fontosabb abban, hogy végül mivel állsz be a sorba a pénztárnál. Amikor te ajánlasz valakiknek, mi alapján, mert ugye most előbb beszéltünk egy pár szót az elindult podcastotról, annak a végén te mindig ajánlasz könyveket, tehát te rengeteg könyvet ajánlasz különben, de ezek közül is ugye neked nyilván kell valahogy priorizálni, hogy mi az, hát én megpróbálom téma szerint nézni, aha, és nem is feltétlenül csak olyan könyveket ajánlok, amiket már elolvastam, de mindenképpen olyanokat, amiket szeretnék elolvasni. Aha. Tehát vagy megszereztem már, és ott vár a sorára, vagy csak tervezem. Hát én tematikus bontások vannak, hogy milyen verseskötetek, vagy milyen történelmi könyvek, vagy szakácskönyvek. Hát ez egy elég szubjektív lista, vállaltan az, és az kerül bele, ami engem érdekel. Tehát, hogy nem olyan régen a Erdélyről szóló könyveket ajánlottam, hát azon az alapon, hogy engem mi érdekel. Van egy olyan szűrő, hogy azért az elmúlt 1-2-3 évben megjelent könyvekből válogatok, hogy meg lehessen venni. Aha. Tehát, hogy nyilván nem olyat, amit csak egy kolozsvári antikváriumban lehetett megvenni 3 évvel ezelőtt, mert azzal nem segítek. Neked két kislányod van, és az egyikük elindult abszolút az irodalom útján alapvetően. Azért, mert ezt látta otthonról, vagy te nagyon annak tudatosan... Annak ellenére szerintem. Annak ellenére? Igen, igen. Hát biztos, hogy ennek köze van a génekhez, meg minden. De főleg ahhoz van köze, hogy azért úgy nőtt föl, hogy voltak könyveink, látta, hogy a szülei olvasnak, minden kutatás szerint ez az elsődleges. Tehát, hogy az válik olvasóvá, akinek a szülei is olvastak, és nagyon nehéz annak, akinek a környezetében senki sem olvas. Tehát mi alapján kezdeni el? Úgyhogy persze, jó alapokkal indul, de hát nem lesz mindenkiből író, meg slammer azok közül, akiknek a szülei sokat olvastak, tehát hogy kellett, hogy neki legyen ebben egy egyéni tehetsége, meg szorgalma hozzá. És azt hiszem, hogy e tekintetben menthetetlen, mert mindig az írással fog foglalkozni, vagy valószínűleg. De a kisebbik lányom Liza pedig biztos, hogy nem biztos, de nagy valószínűséggel nem fog soha könyvet írni, meg nem fog ilyen típusú humán pályára menni valószínűleg, de hogy mindig olvasni fog, abban biztos vagyok, mert nagyon sokat olvas. De ez egy szerencse. Abban igazad van, amit az elején mondtál, hogy vannak gyerekek, akik egyáltalán nem olvasnak. És én látom az ő baráti körükben is, hogy sok fiatal van, akik nem vesznek a kezükben könyvet. Tehát, hogy ez már nem elvárás, ami persze én ezen szomorkodhatok, de ez egy társadalmi tény. Igen, csak abban a szempontból, amit az elején mondtál nevezetesen, hogyha az ember elolvas egy szép irodalmi könyvet, és abból kreativitás nyer, abból az érzelmi skálán jobban fog tudni mozogni, a saját élethelyzetében adott esetben könnyebben fog tudni döntéseket hozni, vagy legalábbis már ismerősök lesznek helyzetek, hát akkor ebből a szempontból az nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a szülők mondjuk tudatosan menjenek el abba az irányba, hogy olvastassák valahogy a gyerekeket. Én ezt a valahogy nem tudom, hogy ezt hogy lehetne hát elérni. Ez nagyon nehéz, és nincsen így receptem, látok ki mivel próbálkozik. De ez tényleg olyan, mint a sport, hogyha elkapta, akkor úgy marad, csak hát mitől fogja elkapni, ez kétségtelen. És ma nincs olyan könyv a piacon, mint 20 évvel ezelőtt a Harry Potter, amikor lényegében minden gyerek elolvasta, és az nagyon-nagyon sokat használt és segített. A Harry Potter sikerében egyébként mekkora volt a marketing sikere? Hát óriási, nyilvánvalóan, és nagyon nagy volt a véletlen szerepe. Tehát ilyen típusú zsánerből voltak már könyvek, varázslós is, meg minden, de mégis valamit ez tudott, és először ez is a szájmarketinggel lett ismert, és aztán persze, amikor látták a kiadók, hogy ezt nagyon sokan veszik, akkor már hát nincs olyan marketing eszköz, amit ki ne próbáltak volna a Harry Potteren, és jöttek a filmek, meg minden. Hát ugye ez azért is érdekes különben, mert ugye azt lehetett olvasni, hogy a szerző gyakorlatilag hány elutasítást kapott, de nem nyugodott, hogy ezt minden. Igen, hát ez is egy minden szempontból példa, mert ezt is mutatja, hogy azért előbb-utóbb egy könyv megtalálja az olvasóit, hogyha elég kitartó a szerző, meg akik ott vannak a könyv körül, menedzserek, vagy bárki más. Hát jó, de hogy folyhatja, gondolj bele az a néhány kiadó a fejét, hogy úristen, mi ezt elutasítottuk, és életünk biznisze lett volna. Persze, tehát ilyennek mindig vannak ilyen sztorik a könyvpiacon, hogy ki utasította el először, és,
és mi lett vele. Az biztos, hogy az, és a mai napig működik a Harry Potter ilyen kapudrokként. Tehát, hogy aki azt elolvasta, az nagyobb, sokkal nagyobb eséllyel utána más könyveket is el fog olvasni. És valamilyen módon ez működik így, hogy behúzza az olvasásba a gyerekeket, és jó lenne, minél több ilyen lenne. Most nincs egy ilyen újdonság, de hát a Harry Potter azért még mindig van. Aha. Egyébként most csak azon gondolkoztam, hogy például amikor ti, mert nyilván rengeteg kéziratot kaptok, tehát nyilván nagyon sok szerző bekopogtat az ismeretlenség homályából, hogy szeretné, hogyha kiadnátok, akkor mit néztek? Tehát, hogy ugye mondtad, hogy azért szerencse is kell, meg véletlen egybeesés, ugye a két irány, hogy hogyan lesz egy író, aki hosszú távon tudja termelni a kiadónak is, meg saját magának is a bevételt, szembe a bestseller írókkal, de hogy hogyan láttok fantáziát valakivel, vagy éppen nem? Hát ez is különböző, attól függ, hogy mivel foglalkozik az adott kiadó. De ami közös, az valószínűleg az, hogy azt kezdi el, mégis a könyvkiadás az egy kockázatelemzés. Lesz-e ennek a kéziratnak elég olvasója ahhoz, hogy én beletegyek annyi pénzt, hogy aztán ebből hasznom is legyen nekem is, meg a szerzőnek is. És minél inkább azt látja a könyvkiadó, hogy ennek a szerzőnek egyébként vannak már olvasói valahol, akkor azokra tekinthet, mint egy ilyen biztonsági kockázat csökkentő tényezőre. Uh-huh. Tehát, hogyha az adott szerzőnek már megjelent valamilyen folyóiratba, vagy vezet egy jó blogot, akkor ez mind-mind csökkenti ennek a kockázatát. Tehát, hogy nem, nagyon ritka az olyan, hogy az utcáról bejön valaki egy kézirattal, és akkor az megjelenik. Uh-huh. És hát egyébként meg egy profi szerkesztő, az pontosan tudja, hogy belenéz egy kéziratba, és az, hogy valami nem jó, nem érdemes kiadni, az nagyjából 5 perc alatt kiderül. Aha. Az, hogy halhatatlan, zseniális, remek mű, ahhoz kell 10 perc is, de az összes, azért a könyvek 99%-a kettő között van, tehát ennél több időt kell rá. Most ebben volt olyan a kezedben, amire azt mondtad, hogy nem zseniális ez, 10 percet rájöttünk, hogy ez lesz a... Hát olyan 10 perces nem, de olyan igen, amit ugye nekem, én ma már nem döntök könyvek kiadásáról, De azért hogy nagyon sok kéziratot kapok, és akkor azt igyekszem eljuttatni a látókörömbe tartozó kiadóknak, és mindig van, amiből aztán lesz könyv, és sikere is van. Meg olyan is van, amit ajánlok valakinek, különböző szempontokat mérlegel, és elutasít, és megjelenik máshol, és ott lesz siker. Ettől szép. Figyelj, és egy kérdés foglalkoztat folyamatosan, hogy ugye mondtad, hogy te gyakorlatilag nem úgy írsz, hogy kreatívan gondolkozol, hogy mit kéne megírni szép irodalmi formában, hanem különböző történeteket, de nincs benned olyan, hogy de jó lenne úgy is írónak lenni, hogy egyszer megírok egy saját történetet? Na, és sokan mondják nekem, és akkor néha el is gondolkodom, de az a helyzet, hogy pont mint kiadó annyi remek írót megismertem, akik halatlanul tehetségesek, zseniálisak, és sokkal jobban csinálják, mint én csinálnám, hogy van nekem egy saját műfajom, amitben meg elég jó vagyok, azt hiszem, és akkor jobban nem maradni, de ez egyáltalán nem zárják, hogy egyszer ne próbálkoznék meg ilyesmivel, csak szóval olyan, mint hogyha bekergetnek az utcából, az operából, hogy akkor most már énekeljél te is. Hát, te még meg is tudnád csinálni. Hát te is énekeltél, ne viccelj, mert emlékszünk a mindenféle színpadokra. Nagyon örülök, hogy itt voltál, nagyon szépen köszönöm, és aztán hát remélem, hogy ennek a beszélgetésnek lehet egy olyan következménye, hogy valaki kedvet kapnak ahhoz, hogy egyrészt elkezdjenek olvasni, másodszorban valahogy a kezébe préseljék a saját gyereküknek a könyveket, hogy minél több kreatív ember legyen körülöttünk. Én is így gondolom, és egyébként pedig, ha itt üzletről is beszélgetünk, akkor innen is próbálom mondani minden üzletembernek, gazdasági szereplőnek, hogy a könyvet rendszeresen olvasók az egy célcsoport. Tehát, hogy van 800 ezer ember, aki irgalmatlan sokat olvas, pont ugyanannyian vannak, mint a nagyon sokat sportolók. És a nagyon sokat sportolókra a kampányok vannak kidolgozva, és célcsoportnak tekintik őket, és segítik őket, hogy ezt a hobbiukat, ezt minél sikeresebben tudják gyakorolni. A könyvolvasókra meg nem gondol itt senki, mert azt gondolja, hogy valami vékony dongájú szemüveges ember ül egy szomorú sötét szobába és olvas. De ez nem így van. Tehát, hogy ezt érdemes átgondolni, sokat költenek, kreatívan gondolkodnak, és kritikusan gondolkodnak, és ha ezen keresztül ismernek meg egy márkát, akkor ahhoz pedig hűségesek lesznek.
Na, figyelj, még a hideg is kirázott, hogy csak előjött belőled a kampány szakértő. Meglátjuk, hogy mit hoz ez a jövőben. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy hívtál.